Az évad utolsó nagyszínpadi előadásaként mutatja be a Komáromi Jókai Színház Molnár Ferenc az Üvegcipő című vígjátékát Bagó Bertalan rendezésében. Molnár a Hamupipőke című mese alapján írta önéletrajzi ihletésű, sokat játszott remek művét, Sipos Lajos műbútorasztalos és a cseléd Szabó Vilma szerelmének megható történetét. Van az alján egy olyan valósággyök, valóságalap, ami érzelmileg megalapozza azokat a kérdéseket, amiket felvet. De hát Molnárnak mindig van egy olyan furcsa stílusa, hogy mindig egy kicsit fölkönnyíti. De ha igazán a mélyre ásunk annak, amit a Molnár keres, meg hogy talál, akkor találunk a mélyén egy olyan dolgot, amit azt a mélységet, azt a keserű, kegyetlen, önirónikus valóságot lehetne ábrázolni. És ezt nekem ez nagyon jó példázza ez az Üvegcipő című darab, ami látszólag egy ilyen könnyed hamupipőke történet, ami úgy néz ki, mint egy mese, meg nagy boldogság, de az alján iszonyatos kemény érzelmi és emberi válságok is vannak. Ez a mese nem az Óperenciás tengeren túl, hanem egy budapesti panzióban játszódik 1924-ben. A királyfi, Sipos Lajos személyében nem a korona várományosa, hanem egy 50 év körüli édesmérges asztalos, aki nem igazán akar változtatni jól megszokott életén. Nagyon érzékeny ember, egy ilyen rendkívül sajátságos gondolkodással. A fiatal szerelem megérinti őt egyrészt, egy fiatal szolgálóány személyében. Egyrészt, másrészt a becsület, a tisztesség, illetve az ő erkölcsi normája, amik nagyon le vannak kövezve, tehát ő már szerint éli az életét. Meg van sértve a férfi hiúságában, egy már érett férfi, és a változás ilyenkorban azért már elég nehéz. Ez ennek a tudatában és ennek a környezetében elég vívódik. A bolondos Irma, a panzió fiatal cselédlánya, a józsefvárosi hamupipőke álomvilágban él, verseket költ és szerelmes Sipos úrba, akinek annak rendje és módja szerint fel is forgatja az életét. A magányában, ebben a cseléd létében kitalálta ezt a kis világot, amiben ő valamilyen szinten boldog. Tehát neki nem nyűg megteríteni, neki nem nyűg takarítani, behozni az ételt. Ő minden egyes cselekvése kitalált egy ilyen kis történetet, amitől neki ez öröm. Minden egyes tárgyhoz külön viszonya van, mert ezek a tárgyak hozzáérnek majd Sipos Lajoshoz. Az Irma az egyetlen ember, aki őt szereti, és mégis annyira szereti, ahogy talán senkit se tud szeretni. Adél a panzió tulajdonos szépasszony, akinek múltja, esze és akarata van. 10 éve Sipos Lajos szeretője, igaz nem szereti a férfit, mégis arra utasítja, vegye őt nőül. De Adél is szerelmes. Szíve a fiatal, nincstelen ékszerészét, Császár Pálért dobog. A darabba úgy kerül szembe a néző ezzel a nővel, hogy ő bejön, nem tudjuk, hogy mi baja van, iszonyú kiborulásai vannak, ideges, rettenetes érzelmi skálákat fut be, és megtudjuk, hogy ő szerelmes egy fiatal emberbe. De ezen túl még egy idősebb férfival él, egy háztartásban, illetve egy házban, illetve ezeket a férfiakat ő eltartja. Hát amikor ezt Molnár Ferenc megírta, tehát hogy egy ilyen nő szerintem a jéghátán is megél. Tehát, hogy körülbelül ez kéne így az Adélról gondolnom nekem, mint színésznőnek, hogy ő valóban olyan, hogy őt nem a férfiak tartják el, ő tartja el a férfiakat. Molnár Ferenc Üvegcipője abban az időben született, amikor az író a híres Fedák Sárit elhagyva beleszeretett a fiatal Darvas Lilibe. Finoman tálol dolgokat, apró poénokat, és annak is megvannak az igazságai. Tehát lehet Molnár Ferencet játszani felületesen, viccesen, és sikeresen is ezáltal, mondjuk ezt a sikert idézőjelbe, és lehet játszani kicsit másként is, hogy komolyan vesszük őt, és akkor igazán él meg szerintem a Molnár maga. Nagyon pontosan fogalmaz, és pontosan a kort jeleníti meg. Az izgalmassága az egésznek, hogy ezek ilyen modell helyzetek alapjában véve is ma is érvényesek. Csomagok! És a magukat, csak holnap. A nászi szakát elengedem neked. Én is neked. Kvétus. Nem tartasz. Igazából, hogyha levesszük róla azt a milliót, amiben vagyunk, ez egy józsefvárosi történet, akkor nagyon ráismerhetünk a mai világra is ebben a pillanatban. A pénzértékéről, az egzisztenciáról,
hogy hogyan foszlanak szét különböző ideák, hogyan próbálunk megélni, hogyan próbálunk ügyeskedni. A vágynak és valóságnak ritka találkozása az a három felvonás, amely ennek az üvegcipős kis cselédnek a szívéről szól. Megvan benne az álmok komédiája, az álmok tragédiája és az álmok megváltó szépsége. Írt a Földi Mihály a Nyugat című folyóiratban az üvegcipő első bemutatóját követően, és azóta sem jellemezték talán jobban ezt a bájos, szomorúan és szerelmesen szép történetet.